Ez egy versenyló! Figyelj, pénz van nálam, és nincs megszámolgatva, úgyhogy ne fogdossál! Most lesz az életed utolsó meggondolása! Menj, 90 évesen, nézd le! Letámad. Nem az a lényeg. Tényleg pénz van nálam, és nincs megszámolva. És nem szeretem, hogy ilyenkor fogdosnak, meg tapogatnak. Most van a becsapós. Várjál, most van a becsapós. Na most. Most. Véletlen. Csiribiri. Most egyszer életében. Igaz, hogy reggel nyomtattam. Reggel nyomtattam. Úgyhogy nem kell megijedni, de nem rossz. Ha jó, benn vannak egyenes balok. Remélem egy pár. Átveszem itt a felüdülést. Bárj, szívd a véremet, szívjad csak. Szívom is. Mit piszkálgat a csórikámat? Nincs több benne 8 mázsa. Hopp. Jó, meg akarja ugrani a izét, a diófát. Jó, de visszajött. Jó van, jó van. Nincs figyelem, jó az. Te figyelj magadra, bazd meg! Nézd meg, azt mondja, figyelem. De milyen jó beszél már olaszul? Anyus, erdő körül megyünk, jó? Séta erdő körül. Jó van, maradj ott szépen benne a helyeden. Nagyon jó, el vagy vele. Az anyámat, hanyan vagytok te, 10? Hát előbb csak 9 voltatok, most meg már 10? 3 valahol a holdon van már. Holdon te. Abban el lesz. Starter and Joe. Visszabude! Oná jahat, principessa, a ti kis Józsi Kobila. Barbie? Ja. To orszigna ne. Fruzsi vivaladi vagy? Ha ne, jós már, mi van még? Itt a rédeme. Plinokonyi. Lajos, neked van a Scarpino. Hallod? Egyet tudok. Eljön a Barbie a princikével, a gyerek meg a kis Józsi lóval. Jó? A többit organizáljátok. Van még rengeteg. Nem, a princike pont a Barbie-nak van, mert mással nem bír el, de neked van a Seherezádé. A Seherezádéval úgy el vagy, hogy nem is akarok mondani dolgokat, hogy hogyan. Hát általában úgy szokott menni, elől megy, hátul, akadályon, mindenhol megy a izé a lédike. Béla! Ti jöttök ketten, hogy organizáljuk gyorsan a dolgokat. Mert a német nagykövetségre kell beugranom 11-kor. Odafigyeljetek. Lady Seherezádé. Nekem megvan. Kaszkadőr. Anyus, elég már. Jó. Sétálunk itt körbe. Hallod? Ők jönnek a Seherezádé és a Lady. Ők jönnek a mondanevét. Várjál. A princike és a kis Józsinak a lova, princit nyergeled és a szerrel jöttök együtt. Jó. Nem, ide jövünk a pályára. Igen, igen, körbe, ugyanúgy minden, ők már beálltak a csapatba. Nem, nem én nem beszél, Norbi nem. Jó, akkor tudjuk, hogy mi van, neked van a kanali, figyelj, már Dokit rabolt a pénteken. Tehát nem tudom, hogy. Hát megfogom azt. Jó, jöttök a barbikával, szépen ki behozni a kancákat. Trappoltok, ott vagyok helyileg. Várj is neki, mi van akkor a fruzsinak? Viva. És hol vannak a csődörök? Meg vagyunk az okka? Jössz a Don Serzsannal? Na most mondom. Jössz a Don Serzsannal, viszont az nagy homok. És utána meg jöhetsz a Vivával is. Mi a Doni? Te várja, még valami nekem izé. A bike track? Meg volt.
Jó, mehettek, mehettek! Ala mezzo! Hallod? Jössz a szürke mögött! Ha el tud maradni. Hát mehet! Nem ismerem, bazd. Semmit nem csinál, Doni! Semmi nem csinál! Gyerekkoromban ilyen lovakat reggeliztem. Figyelj, oda megyek hozzájuk, és mind rám akar támadni. Akkor Béla, tudjátok. Jó. Nagyon megyünk, jó? Igen, igen, nagy homok. Jó van, kicsim, Gurtint engedjél már most hazafele, jó? Nem direkt, nagy kör haza. Három kör a tóbin. Utálom ezt az alsó utat. Nem kell már tóbin több kör, de... Jézusom, hanyam vagy. Akkor mindenki megvan? Tudod, mi a bajom? A Péter bácsinak a luzerja. Nem jössz abval? Hát gyere most abval, hogy megnézem, mert megy haza. Hát de most nem mindegy, szürkével jössz, vagy abval? Mert? Na várj, utána Norbinak is van, meg a Szernek is ezután. Hát de utána van neki kettő, három, engedd előre. Jó, engedd előre. Jó van, édesanyja. Jó, ilyenkor adj neki szárat szépen, azt megtalálja magát. Ballog előre. Jó. Jó, nem baj. Engedd, ne húzd a száját, de belefogtál. Ha hiszed, ha nem. Raglak ezzel a szépen ő. Jó, nem baj, belefogtál, és tudom, hogy most ő olyan stádiumban van, hogy eldobom a fejét, azt ő majd magától megoldja. Elég egy pillanatra oda nyúlsz neki. Fogat váltanak, egyebek. Jó, semmi vész. Csak én elengedem őt. Az a legjobb. Ő már magától megoldja. Szépen beáll egyenesbe, akkor már kontaktusban vagyok utána vele. Na, ügyessen. Jó. Ja.